Kedden megtörtént az Amfiteátrum sétány műszaki átadása. Szeptemberben kezdődtek meg a munkálatok, Óbuda Békás megye önkormányzata és a Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft. Közös beruházásában. A tervezést a környezettudatos szemlélet vezette, a római kori amfiteátrumot körbevevő sétány minőségi térburkolatot kapott, és a megvilágítását stílkandelláberekkel látják el. Kosztolányi Noémi tervező elmondta, az emberek igénye szerint alakították ki a sétányt. Műszakilag rendben van, készen van a terület. Ilyenkor még a papírozási folyamat egy kis időt igénybe vesz, és amikor ez is minden lezajlott, akkor van hivatalosan átadva a nagy közönségnek a terület. A nagyobb terek azok gránit burkolatot kaptak, ami elég tartós felület, a maga a sétány pedig térkőburkolatú, ez is egy időtálló. Itt van ez a nagyobb teresedés, itt volt némi elhasználódott gyöngykavics burkolat, illetve az látszott, hogy merrefele járkálnak az emberek, kitaposások megvoltak, úgyhogy igazából ezt a vonalat is igyekeztünk követni, hogy akkor oda kerüljön az új burkolat. A Körszínház, a Viador utca és a Pacsirtamező utcai sarok kivételével körbejárhatóvá válik, illetve kismértékben változik a parkolási rend a Szőlő utcában.